Jó estét kívánok, kedves nézőink! Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Pénteken zajlott az Ajkai Jégpálya avató ünnepsége. Elsőként erről számolunk be önöknek. Idén februárban még csak megbeszélések zajlottak egy Ajkai Jégkorong csapat létrehozásáról, áprilisban pedig már egy zalaegerszegi és egy székesfehérvári tornán is részt vettek az Ajkai óriások. A Jégkorong helyi úttörői gyakorlatilag úgy álltak ki első versenyükön, hogy előtte egyszer volt a kezükben ütő, hiszen a Veszprémben tartott edzéseken nem csak hogy nem volt még felszerelésük, de a legtöbb játékosnak a korcsolyázás is újdonságnak számított. A tornákon való részvétellel azonban a gyerekek megteremtették annak a lehetőségét, hogy a város pályázatot nyújthasson be a TAO-s támogatási rendszerben egy jégpálya megépítésének finanszírozására. Ősszel már arra lehettek figyelmesek, akik a bányás sporttelep mellett haladtak el, hogy a bejárathoz közeli betonos pályán egy csapat kisiskolás komolyabbnál komolyabb mozdulatsorokat hajt végre teljes védőfelszerelésben, görkorcsolyával. Október második felében aztán az Ajkai óriások végre birtokba vehették a közreműködésükkel létrehozott jégpályát. Az edzések idejét kivéve a nagy közönség is használhatja az elkészült létesítményt. Így az ajkai hokisok nem csak maguknak teremtették meg az élményszerzés lehetőségét, hanem több ezer külsős vendégnek is. A jégpálya ünnepélyes átadását ennek megfelelően nagy érdeklődés övezte október 23-án. Az eseményen elsőként Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára mondta el gondolatait. Azt gondolom, hogy nagyon szép pálya, ez a 40-20 méteres pálya, nagyon sok gyereknek és családnak fog remélhetőleg örömet okozni, akár a közönség korcsijázásban, akár a mi korcsijával, de mi bízunk abban, hogy minden több jégkorongozó lesz. Adj biztosan a családokat arra, hogy ugyan a jégkorongról nagyon rossz véleményem, hogy ez egy nagyon durva, veszélyes sportág, de megkérdezhetik itt a gyerekeknek a szüleit, akik jönnek Veszprémből például hokisok, hogy hány sérülés volt az elmúlt évben, én azt hiszem, hogy egy sem, hiszen olyan kitűnő védőfelszerelés van a gyerekeknek, hogy minden porcikájukat védi, és én csak bátorítanék mindenkit, hogy próbálják meg. Nagyon jó edző van, le is költözött ide, úgyhogy Székesfehérváról egykori fehérvári kapus. Én nagyon bátorítanak mindenkit, akinek tetszik ez a dolog, akár a bemutató kapcsán jöjjenek és jégkorongozzanak. És nagyon szeretném megköszönni a lehetőséget itt a polgármesternek, az önkormányzatnak, mindenkinek, aki tette azért, hogy ez ide kerül. És azt hiszem, itt azért a Palkovics Krisztián nevét csak kell elhallgatni, hiszen jó volt a hátsó lobbistájában a dologban. Köszönöm szépen és gratulálok először. A Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára után Schwarz Béla polgármester szólt a jégpálya közönségéhez. Kedves gyerekek, tisztelt vendégeim! Én nem gondoltam volna, hogy a jégkorongozóknak, a jéggel foglalkozóknak ilyen meleg szívük van. Mikor először szóba került ez a sportág, ez év februárjában, akkor hát olyan kicsit olyan félve közelítettem ehhez a témához, de elmúlt ez a félelmem, amint a főtitkár úrral, Kovács Zoltán főtitkár úrral találkoztam. És ő biztatott, hogy bátran vágjunk bele ebbe a sportba, és biztos, hogy nekünk is hát marad, illetve aratunk majd babérokat. Azt gondolom, hogy a gyerek létszám, amit hát összehívtunk is, és edzettünk, az is mutatja, hogy milyen jó kezekre és lábokra, botokra találtunk, hiszen 40, több mint 40 gyerek jelenkezett. Mindenekelőtt szeretném megköszönni Palkovics Krisztiánnak, ugye a 223-szoros magyar válogatottnak, akit mi az ajkai jégkorong arcának gondoltunk. Krisztián, most nem látom éppen az arcodat, ja ott van, igen. Tehát az ő képét szerettük ide feltüntetni, de még nem készült el, úgyhogy a következő napokban majd lehet látni meg a magyar jégkorong sport más nevezetességeit. Tehát ő gondoljuk, és ő a magyar hát jégkorongnak egy olyan emblematikus figurája, akire büszkék lehetünk, és akire mi is így alapozzuk a ajkai sport előmenetelét. És Bence Zoltánt szeretném említeni, Zoli, aki a vezetőedző a mi ajkai óriásainknál, aki nagyon ért a gyerekek nyelvén, és azt gondolom, hogy ezt a szülők is hát megerősítik, és nagyon jól küzd a sportág helyzetéért. Ugye eddig egy öltözőt sikerült kialakítani, de itt a felkészülés edében már Kaibás Dezsővel megállapodtunk, hogy a szemben lévő öltöző is a jégkorongosoké lesz, úgyhogy bejelentem, hogy két öltözője van a ajkai óriásoknak. És a harmadik személy, akit szeretnék még megemlíteni önöknek, ez Kovács Zsolt, testnevelő tanár, aki végül is a gyerekek szervezését, a mozgalom elindítását vállalta magára,
Zsolt is itt van, neki is nagyon köszönöm ezt az odaadó munkát. Kedves barátaim, ugye önmagában egy nagy esemény, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára megtisztel bennünket azzal, hogy egy bérelt sátornak az avatásán részt vesz. És mi elindultunk ezen az úton, egy kicsi jéggel, ha lehet azt mondani, és egy nagyobb jeget szeretnénk majd. És Zoli, neked megköszönném, hogy már 8 millió forint támogatást nyertünk a TAO források keretében, amit a gyerekekre tudunk fordítani. És ezután a következő évben pedig 2016-ban egy jégcsarnokra szeretnénk majd adni a pályázatunkat. Ugye az már nem egy sátor, hanem az olyan, mint egy tornaterem, egy tornacsarnok. Hát ugye az összege is olyan. És ehhez kérném a segítségedet, és nyilván a Magyar Jégkorong Szövetség más vezetőjének is. És hogy menjen el a hírünk, hogy Ajkán lehet, hogy tavaly még nem tudott jégkorizni senki, de ma már legalább 40-en tudnak, nem beszélve azokról, akik talán tudnak, de még soha nem próbálták. És a szülőknek is, meg a közönségnek is szeretnénk ezt a pályát átadni, hiszen az edzések kivételével valamennyi korosztályt nagy tisztelettel és szeretettel várunk. Azok is elevenítsék fel a jégkorongozó, vagy csak korcsolyázó tudásokat, akik esetleg utoljára gyerekkorukban megpróbálták. Most itt a lehetőség, azt gondolom, hogy lesz is felhozatal, sok jó játékos tudunk adni majd a magyar jégkorongsportnak. Végezetül mindenkinek jó korcsolyázást kívánunk! A beszédek után bemutatókat láthatott a közönség. Elsőként a Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya Egyesület 4 fiatal versenyzője adott ízelítőt az általuk űzött sportágból. Biztosan sok ajkai kislányt megiklettek a látottak, hiszen a főleg fiúkat vonzó jégkorong mellett ez a sport kiváló alternatíva lehet majd a szebbik nem számára. A műkorcsolya bemutató után Palkovics Krisztián jó voltából a professzionális hokiból is ízelítőt kapott a közönség. A világbajnok játékos kérésére több profi sportoló is ellátogatott városunkba, akikkel egy rövid mérkőzés mellett néhány trükköt is prezentáltak. Nem tudom, mennyire láthatták a nézők, igazából válogatott Fehérvár jégkorongozókat hoztam magammal. Velük én nem játszottam együtt, mert ők fiatalok, de ők szívesen eljöttek. Úgyhogy ketten játszanak ebben a nagy csapatban, Fehérváron, illetve ketten a Móligás csapatban, illetve Bece Zoltán volt, aki itt az edzővel volt a kapus, illetve volt még két fehérvári fiatal ajkai volt, ajkai, az ajkai jégkorongozó, meg egy fehérvári kapus volt, aki részt vett ezen a bemutató mérkőzésen. Bábáskodott az ajkai jégkorong csapat megszületésénél, számíthat a csapat a jövőben is a segítségére? Természetesen ez nem csak rövid távú megállapodás volt, hanem azt gondolom, hogy hosszú távon szeretnék segíteni. Erre polgármester úr felkért még egy éve is, és én szívesen segítettem neki, vagy segítek neki, hiszen azért van ajkai kötődésem, feleségem ide valósi, sokat is járok én Ajkára, úgyhogy nekem azért mindenképpen könnyebb így azt intézni, tehát egy hónapban többször is itt megjelenek Ajkán. Elég gyorsan gyarapodik az ajkai jégkorong csapat. Hány edzőre lesz szükség, illetve várható-e az, hogy tovább bővül majd a létszám? Igen, hát mindenki tudja, hogy tavasszal kezdtük ezt el, és akkor még jégpálya nélkül Veszprémbe jártak a fiúk edzésre hetente egyszer, tehát nem sok jégóra van a lábukban. Idén most ősztől már két edzővel készül az ajkai csapat, tehát két korosztály U8, U10 van, és reményünk szerint ez tavaszra, tehát a szezon végére már legalább dupla létszámra fel fog duzzadni. Ez azt jelenti, hogy 50-60 jégkorongos kisrác lesz már tavasszal itt Ajkán. Akkor már azt gondolom, hogy bővülni kell edzői számban is. Tehát szerintem jövőre már legalább 3 edzővel kell készülnünk, és bízunk benne, hogy minél többen leszünk, hiszen az a cél, hogy minél többen kezdjenek el jégkorongozni Ajkán is, hiszen akkor lesz majd később majd akár ütőképes csapat is Ajkának, úgyhogy ezeken dolgozunk most nagy erőkkel. Játszott együtt Bece Zoltánnal, milyen közös élményeik vannak? Igen, hát én is úgy próbáltam edzőt keresni ide Ajkára, akit azért ismerek, illetve tudom azt, hogy milyen képességei vannak. És Bece Zoli, akivel játszottam együtt több évig Fehérváron a felnőtt csapatban, úgyhogy ezért is gondoltam rá, és onnan van az ismerettségünk, úgyhogy ezért
ott álltam rá, és őt választottam erre a pozícióra. Előtte ő már Veszprémben volt edző, úgyhogy már tapasztalatokkal érkezett ide. Nem kezdő edzőként dolgozik, hanem már évek óta edzősködik. Abba hagyta egy pár év az aktív pályafutását, úgyhogy most pedig már nagy erőkre az edzésködésre koncentrál. Mik a tapasztalatok arra vonatkozóan, hogy egy olyan új, újonnan alakult jégkorong csapat, mint az Ajkai Óriások profi csapattá váljon? Mennyi idő kell ehhez ön szerint? Hát azt gondolom, ezen még nagyon korai talán gondolkodni, biztos kell egy 10 év ahhoz, illetve hát ez a pénznek a kérdése, mert ha most valaki ide azért bőrönt pénzt, akkor akár holnap is lehet profi csapat, össze lehet vásárolni mindenhonnan a játékosokat. Én azt gondolom, hogy ilyen pályán nem ez az elsődleges cél, hanem az, hogy tényleg a város minél jobban megismerje a pályát, minél több gyerek, család járja ide rendszeresen sportolni, korcsolyázni, esetleg akár a környéket is bevonni, hiszen itt a környéken is, akár Tapolcán is nincsen jégpálya, őket is érdekelték ide tenni, és azt gondolom, ha komoly bevétel van, akkor talán az üzemeltetés is biztosítva van hosszú távra, és a város is úgy gondolja, akkor tényleg egy jó beruházás valósított meg. Polgármester úr említette, hogy ez nem egy végleges pálya lesz, hanem ennek a helyén épül majd egy fix csarnok. Mit gondol, mennyire tud majd ehhez támogatást szerezni a város? Hát azt gondolom, amennyiben a szándékok komolyak, és megvannak a tavos támogató köre, illetve megvan az önrész, és a tervezés is minden egyéb komolyabb város önkormányzata mögötte áll, akkor azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen megvalósulhat. Azért látni kell, hogy egy ilyen jégcsarnok beruházás, ez kb. 5-600 millió forint minimálisan, és ez nagyon kevés városnak egyesületnek sikerült idáig. Mielőtt a nagy közönség is birtokba vette a jeget, még hátra volt a nap egyik fénypontja, az Ajkai Óriások első hazai mérkőzése a veszprémi jéglovagok ellen. Bece Zoltán edző a vereség ellenére elégedett volt a gyerekekkel. A veszprémi jéglovagoknak ők a korosztályában lévő legjobb csapata volt, tehát ez a Veszprém U10-es csapatnak a legjava volt. Én úgy gondolom, hogy nem vallottunk szégyent, egyáltalán nem azt láttuk, mint a múltkor mókás módon, hogy mindenki, aki belépett, az dobott egy hátast. Igazándiból most már korcsolyáztunk. Az ütő és a korongkezeléssel azért még némi hadilábon állást látok a játékosaimnál, de amúgy én azt látom, hogy teljesen jól szerepeltek, én büszke vagyok rájuk. Mik a tervek? Mikor lesz a következő mérkőzés? Hát ez egy nagyon jó kérdés. A következő mérkőzés az rajta múlik, és azon, hogy mikor találok egy olyan optimális helyet, mert mindig nem azt szeretném, ha mindig erősebbek csapatok ellen mérkőznénk, de nem szeretném, hogy akkora kontraszt legyen a csapatok között. Erre direkt van bajnokság. U10-ben úgy van felosztva, hogy van A osztály, B osztály és C osztály, mi természetesen mi C osztályhoz tartozunk. De én úgy gondolom, hogy az én idei tervem az, hogy a az év végére B-tornákon is büszkén el tudjunk indulni, és anélkül, hogy mindenkitől kikapjánk. A jégpálya megépülése óta minden nap tartasz edzést, és nem csak az Ajkai Óriásoknak, hanem óvodásoknak is. Erről mit kell tudni? Erről azt kell tudni, hogy én szeretném azt, hogyha minél elterjedtebb lenne a korcsolyázás, minél több rétű lenne a gyerekek képzése, főleg ilyen koordinációs területen, és a korcsolyázás sport maga, plusz hát a jégkorongról már nem is beszélve, igencsak komoly kéz-láb koordinációt igényel. A gyerekeknek igazándiból még a testtartásukkal is azért a boka tartásnál elég komoly kihívást jelent megállni a jégen, de büszkén mondhatom, hogy már volt kettő csoportom, egy nagy létszámú és egy kisebb fővel jelentkező csoport, és az első foglalkozáson már elértük azt, hogy felálltak maguktól a jégen. Ez én úgy gondolom, hogy egy ilyenkorú gyereknél óriási dolog, és ez nem az én érdemem, mert a gyerekek küzdenek meg ezért, én csak mutatok nekik egy irányt, mutatok nekik egy lehetőséget, hogy hogy tudnák kivitelezni ezt a dolgot, ezt mind ők érik el. Nagyon, nagyon nagy örömmel látom, hogy a gyerekekben mekkora küzdeni vágyás van már ilyenkorban. Szeretném, ugyebár ez nem titkolt dolog, hogy ilyenkor, mi vagy én vagyok a jégkorong edző is, ezért nem csak az oktató, ezért onnan szeretném kiragadni azokat a gyerekeket, akiknek kedvük van hozzá, természetesen semmi sem kényszer, akiknek kedvük van hozzá és látnak benne jövőképet, hogy kipróbálják a jégkorong sportot. Nagyon szeretném, hogyha egyre több ilyen gyerek lenne, ezzel gyarapodna a szakosztályunk. Ez egy jó merítési lehetőség is, mindazon által, hogy a gyerekeknek egy nagyon nagy kaland, mert természetesen pici gyerekekről van szó, sok bátorítás kell nekik, mindig bíztatni kell őket, de természetesen nagy fegyelmet kell tartani náluk, mert ugye egy ilyen pici gyerekeknél egynél elszabadul a dolog, és akkor húzza magával a többit is. De én úgy látom, hogy inkább minden csoportban komoly koncentrálást látok az arcokon, és azt látom, hogy mindenki szeretne megtanulni korcsolyázni. Kíváncsi leszek, hogy
egy jó pár alkalom elteltével ők mit tapasztalnak. Nagyon szeretek hagyatkozni a gyerekeknek a válaszreakcióira. Nagyon sok mindent meg lehet tudni az ő lelkivilágukról és az ő akaratukról, hogy mit szeretnének. Mennyire szervezett ez a dolog? Hát ez igen komolyan meg van szervezve. Az óvodák vezetőivel egyeztettünk, és a mi vezetőnk volt jelen ezen az egyeztetésen. Szerettünk volna létrehozni egy olyan lehetőséget, amivel nem kell nekik pénzt fordítaniuk. Igazániból csak időbefektetésbe kerül az óvodáknak. Elmondtam, prezentáltam a programomat, hogy mit szeretnék a gyerekekkel csinálni. Ez a szülők áldását adták, legalábbis a szülők nagyon nagy része, aminek nagyon-nagyon örülök. Szeretném ezt nekik meghálálni azzal, hogy megtanítom a gyerekeket korcsolyázni, egy komoly élménybe részesítem őket. Én legalábbis mindig azt láttam az arcokon, főleg amikor már tudnak lépni, akkor mindenkinek megjön a kedve. Ezt kell elérni minden óvodásnál, és megkapjuk a lehetőséget az óvónőktől, aminek nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok nekik is, mert időt szakítanak ránk, energiát, kihozzák a gyerekeket, mi ellátjuk őket korcsolyával, fejvédővel, és hát az én tudásommal, amennyire megpróbálom a tudásom legjavával ellátni őket, hogy utána élvezhessék ezt a korcsolyázás nevű sportot. Nekem úgy tűnik, hogy a teljes kapacitásodat leköti már az ajkai edzés, ez azt jelenti, hogy ide költöztél a városba? Igen, én is ajkai polgárnak mondhatom magam, és eddig egész jól érzem magam, sőt, nagyon jól érzem magam a városba. Igazániból a párom is követett, őnek is tetszik itt minden, és mi elég, tehát minden tapasztalatunk az, hogy az emberek is nagyon szimpatikusak, és ez szerintem egy nagyon jó kis város. Mi a véleményed, sikerült közösségé kovácsolni az ajkai óriásokat? Hát nekem nagyon úgy tűnik, hogy igen, sikerült belőlük ebből a társaságból közösséget létrehozni. Minden erőmmel azon leszek, hogy ez egy jó közösségként működjön, pályán belül és kívül, mert én ebben éltem le az életem, egy jégkorong családban, és szeretném ezt a jégkorong családiasságot elhozni ide, megmutatni nekik, hogy milyen fantasztikus dolgokat kaphatnak a jégkorong sportáktól, milyen fantasztikus dolgokat kaphatnak egy csapat sportáktól, és igazániból egy picit szomorúan szemlélem a mai világot, mert mindenki a kibervilágban él, mindenki a számítógép előtt ülve beszélget az ismerőseivel, barátaival. Szeretném, hogyha ez egy olyan közösségkovácsoló helyé válna, ahol az emberek újból kommunikálnak egymással, újból emberi kapcsolatok jönnek létre, újból az emberek egymással személyes kontaktust tudnak teremteni. A szülőken is ezt látom, hogy egyre jobban összekovácsolódnak, azt látom, hogy egyre többet áldoznak és tesznek ezért a sportért, amire nagyon hálás vagyok, és remélem, hogy rengeteg ilyen szülővel, ilyen emberrel fogok találkozni itt a kis közösségünkön belül is, és magán a városon belül is. Az előzleges tapasztalataim azok, hogy igazániból ez egy nagyon-nagyon szerethető hely, mint említettem nektek. A csapat is egy igazán szerethető, a játékosokon is mindent megtesznek. Azt látom ezeken a gyerekeken, néha olyan tekintetük van, hogy még én is úgymond megrémülök, vagy az meglepődök, hogy egy ekkora gyerekben hogy lehet ekkora tűz a tekintetében. Az elszántság, mindent megtesznek, amit kérek tőlük, és ez óriási érzés. Az ajkai jégpálya az első évadban április 15-éig várja a sportolni vágyókat. A nagy közönség hétköznapokon délután 2 órától 4:30, illetve este 7:30-tól 9:30-ig használhatja a létesítményt, szombaton és vasárnap 9, 12, 15 és 18 órakor kezdődnek 2,5 órás szórakozást kínáló turnusok, amelyek között a pálya karbantartása miatt szükséges szüneteket tartani. A pályán mintegy 100 pár bérelhető korcsolya áll a vendégek rendelkezésére.